falu, hogyha összedugjuk fejünk, mi ketten mindent kibogozunk. Emily és Alexander tényleg ritka pár, és bárhová visz, az utunk, ott sok-sok falan vár. Ha üzennek a rokonok, vagy egy kuzin bajba jut, oly sok izgalmat élünk át, de aztán mindig van ki út. Patkány akad mindenütt, és folyton bajt keder, de mi összedugjuk fejünk, aki egérúti kalandok. Két egér az több mint egy, sőt pontosan egy pár, és bárhová visz, az utunk ott mindig kalandok. Az eltűnt gyémánt esete. Írta Bruce Robb és Erika Alexandre. Anglia. Na mi az? Mi van, Rozi? Gyerünk! Miért álltál meg? Gyerünk, Rozi! Yeah! Buckingham palota, London, Anglia! Ó, Alexander, ugye milyen izgalmas? Igen, Emily, ami azt illeti... Alexander, jól vagy? Igen, jól vagyok. Köszönöm. Nincs mit pajtás! Gyerünk! Ó, most viszont menni akart Rozi ő felsége, ha? Mondd csak, drágám, miért választottuk a ködös Angliát a napfényes New York helyett? Hogy megünnepeljük Victoria királynő aranyjubileumát, 50 éve koronázták királynővé. Hát azzal együtt én szívesebben lennék most Philadelphiában. Még az a szerencse, hogy nem esik. Ó, jaj. Á, itt van az esernyőm. Ajjaj! Szervusz, Emily! Agatha! Alexander mégsem jött veled? Köszönöm, Emily! Szervusz, kedves Agatha! Hogy haladnak a jubileumi előkészületek, kedvesem? Attól tartok, van egy rettenetes problémánk! Segítenetek kell! Most hozták be a királynő koronáját a Towerből az ünnepségre, és miután anyám szépen megtörölgette, azt mondta nekem, Molly, ne nyúlj a királynő koronájához! De miután kiment, nem tudtam megállni. Eljátszottam, hogy én vagyok a királynő, és integetek az alattvalóknak a palota erkélyéről. De amikor letettem a koronát, a nagy gyémánt nem volt meg. Az a híres Kohinor gyémánt, a legnagyobb a világon! Tudom, hogy a mamát fogják hibáztatni, és elbocsátják miattam. Miért nincs kéznél az ernyőm? Na, Molly kedvesem, arra kérlek, hogy gondolkozz erősen. Benne volt a gyémánt a koronában, amikor feltetted? Igen. Nem. Nem tudom. Egyébként mindegy. Úgysem találnánk meg időben. Az ünnepség 2 óra múlva kezdődik. 2 óra múlva? Akkor fog kilépni a királynő a palota erkélyére, és kezdetét veszi a jubileum. Nagyon összekell szednünk magunkat, Alexander. Nincs sok időnk. Tehát, amikor áthozták a koronát a Towerból, őrök álltak a trónterem ajtaja előtt. Igen, a trónterem előtt. És odalent, a kastély udvarán is. Igen, lent az udvaron. Lent az udvaron. Próbálj koncentrálni, Alexander. Ha őrök álltak mindenütt, a tolvaj nem juthatott be. Ennél fogva a gyémánt az alatt veszett el, amíg a korona a Towerban volt. Ó, nem! Akkor ez csak egyet jelenthet, hogy a tolvaj a Tower szelleme. Akkor sosem találjuk meg. Ez nevetséges. Mindenki tudja, hogy szellemek pedig nem léteznek. Molly, meg fogjuk találni azt a gyémántot. De neked addig mindenképp távol kell tartanod a királynőt a koronától. Rendben. Azt hiszem, meg tudom tenni. Én biztos vagyok benne.
Nos tehát, Agatha, indulás a Towerba. Sietnünk kell, nincs vesztegetni való időnk. Ismerek egy rövidebb utat, állt a Piccadilly Circusen. Wow, ez a londoni köd, nem látok az orromon túl. Agatha, mesélj nekünk valamit a Tower szelleméről. Időnként titokzatosan eltűnnek dolgok a Towerből. Ne, mi volt ez? Ha? Bocsánat, Alexander, hogy mondtad, Agatha? Furcsa dolgok történnek. A szellem néha olyan apróságokat is eltüntet, mint egy gyűszű vagy egy kanál. Mi volt ez? Gondolom a szél. Várj! Szerintem arról jött. Biztos vagy benne, hogy ez az a cirkusz, Agatha? Én eddig nem láttam se elefántot, de még egy tevét sem. Ó, a Piccadilly Circus nem egy igazi cirkusz. Az egy körforgalmú tér kocsiknak és lovaknak. Lovaknak? Ezentúl ne válasz rövidebb utat. Megérkeztünk. Ez a Tower. Bárcsak ne zárnak be az ünnepségek idejére. Szerintem valahogy olyan hátborzongató, amikor üres. Aha, tudtam én. Mit találtál? Egy patkányszőrt. Még hogy szellem. Gyerünk, nincs vesztegetni való időnk. De hová megyünk most? A raktárba. Átvizsgáljuk a patkányok járatait. Nem várhatjuk meg, hogy a tolvaj keressen meg minket. Aj! Hallottátok ezt? Itt a Tower szelleme! Ugyan, dehogy, Agatha, amint már mondtam, nem létezik olyasmi, hogy... A jelek szerint, mintha eltűnt volna, Agatha. A szellem vitte el? De hogyan lehetséges ez? Nos, akárki vagy akármi vitte el Agathát, az itt van valahol. Gyere! Emily! Ne! Erre felé jön! Emily, ez egyszerűen nevetséges. Nem létezik olyasmi, hogy... Szellem! Miért gondolod, hogy a dolgok mindig logikusak? Hányszor történik olyasmi, amire nincs semmi magyarázat? Aha! Tudtam én! Itt van a mi szellemünk! Na gyerünk, gazdpatkány! Add meg magad! Úgy sem tudsz elmenekülni! Ó, nem! Alexander! Jól vagyok, Emily, de ez nem ússza meg ilyen könnyen. Gyere! Hogy tarthatnám vissza a királynőt? Még a lordok sem tudnák megtenni. Várjunk, délelőtt esett. Lehet, hogy az emberek nem is jönnek el. Lehet, hogy üres lesz az udvar. Ó, nem. Történhet ennél rosszabb. Molly! Azt hiszem, történhet. Igen, mama. Miért vagy kint a palota erkélyén? Gyere be! Milyen csodálatos, hogy ilyen sok ember eljött. Nos, azt hiszem, minden készen áll. A korona! Molly, te tudtál erről? Igen, mama, és tudom, hogy meg kellett volna mondanom az igazat rögtön az elején. Hol az eszem? Elfelejtettem betenni a koronát a királyi széfbe. Oda bezárod? Ó, igen. Nem szeretném, ha valami történne vele. De, mama, szerettem volna megtörölgetni. Már épp eléggé áttörölgetted. Hogy
Fogjuk most visszatenni a gyémántot a koronába. Figyelmeztetnem kell a többieket gyorsan. Most melyik ajtót válasszuk? Menjünk külön. Te az egyiken részben, én a másikon, és itt találkozunk 5 perc múlva. Helyes! Ez mi lehet? Megvagy! Én ártatlan vagyok, nem én tettem, akármit egyen is. Ne hazudj nekem, add ide a Kohinor gyémántot! Halvány fogalmam sincs, hogy a... Azt mondtad, hogy a Kohinor gyémántot? Aha! Tudtam, hogy te vagy a tettes. Még nem találkoztam becsületes patkánnyal. Mindegy formák vagytok, te loptad el. Ó, persze, mindent a patkányokra fognak. Az igaz, hogy fiatal koromban nem volt olyan szép, amit ne fúrtam volna meg, de már nem. Én ártatlan vagyok, teljesen megváltoztam. És ha nem te loptad el a Kohinor gyémántot, akkor ki tette? Ó, ez nagyon egyszerű. Elárulom neked, hogy a Tower szelleme volt az. Na, nem létezik olyasmi, hogy szellem. Rendben, rendben, mondj, amit akarsz, csak ne ilyen hangosan, mert a szellem meghallja. Badarság, engem nem teszel bolondá. Gyerünk, most szépen eltakarítjuk ezt a szemetet. Hé, itt nincs szemét. Én már mindent kitakarítottam. Ha-ho, patkány úr, itthon van? Hát jól van. Ilyen könnyen nem menekülhet el. Egy, ez furcsa. Megesküdtem volna, hogy van idekint valaki. Nem! Ezt én nem értem. Először Agatha és most Emily. Mi történhetett velük? A szellem vitte el őket, és minket is elvisz, ha nem lépünk olajra. Állj meg! Először megmutatod nekem, hogy ez a szellem hol szokott vadászni. Ez egészen egyszerű. Nézz oda fel! Azt mondják, hogy a szellem a torony legtetején tanyázik. Én azt tanácsolom, hagyjuk az alvó szellemet békében. Szerintem elment az esze annak, aki oda fölmászik. Nincs más választásom. Ha ez a szellem vitte el Emilyt és Agathát, akkor meg kell mentenem őket. Ó, ne! Jaj. Szerencse, hogy nem esik az eső. Miért kell nekem mindent elkiabálnom? Na, indulás! Sok szerencsét! Én ezt nem bírom nézni! Mert majdnem ott vagyok! Hát persze, most már elállt az eső! Alexander! Jaj, kapjuk el! Hála az égnek, hogy megtaláltál minket! Wow! Nézzétek, mi minden van itt! Ez biztos egy nagyon mohó szellem lehet. De Alexander! A kalapod. Aha! A Kohinor gyémánt. Igen, Alexander, és... Hagyd, Emily, nem is kell mondanod. Neked volt igazad, én tévedtem, ami a szellemet illeti. De Alexander, te nem értesz semmit. Elég idős vagyok ahhoz, hogy beismerjem, ha tévedtem. Na, de most nincs időnk a csevegésre. El kell tűnnünk innen, mielőtt a szellem visszajön. De Alexander! Igen. Nem! Jaj! Ez így nem jó! A gyémánt! Ki kéne találnom valami áthidaló megoldást? Jaha! Emily, Agatha, mi történik velünk? Sajnálom, pajtás! Alexander, bemutatom meg itt a szarkát, a Tower szellemét. Ha? Nem vagyok igazi szellem, de én szoktam ellopni a dolgokat, ugyanis bennünket, szarkákat, minden vonz, ami fényes.
mint például a szemüvegem. Meg az én gyertyatartóm. És természetesen a Kohinor gyémánt. Na, én tudtam. Biztos voltam benne, hogy megvan rá a logikus magyarázat. De Alexander, te mindig azt mondtad... Hogy nem létezik olyasmi, hogy szellem. Igen, ezt mondtam, de most azonnal vissza kell mennünk a kastélyba. Agatha! Itt vagytok? Nézd, Molly, megoldódott a problémánk. Megtaláltuk a gyémántot. Valóban? Ó, ez csodálatos. De a korona be van zárva a trónterem széfjébe. Így nem tudjuk visszatenni a gyémántot. Azt mondod, széfbe zárták? Ismerek egy patkányt pont erre a munkára. Molly, siess vissza a kastélyba, és tarts szóval a királynőt és a mamádat. Induljunk meg ki, egy percet se veszíthetünk. Mi értelme becsületes életet élni, amikor senki nem hiszi el, hogy megváltoztam. Elég elköveti egyetlen hibát, és soha nem hagyják elfelejteni. Ha? Na ne! Ne! Én ártatlan vagyok, akármi volt is, nem én csináltam! Jaj, komám! Ki hazudott? Alexander! Úgy szeretném, ha nem potyannál le. Hát még én. Az áldóját, kedvemre való itt találkozni veled. Kösz a segítséget, ez... rendes tőled. Nos, egy szívességet kérek. Van egy széf, amit fel kéne törni. Hányszor mondjam még neked? Én nem leszek tolvaj sokat többé. Annak már vége! Jó. Hiszek neked. Hiszek, jó. Halló, patkány úr. Emily vagyok. Mi nem azt akarjuk, hogy ellopjon valamit, hanem azt, hogy a helyére tegye. Ezt. Ez a Kohinor gyémánt. Pontosan. És ha ez nem kerül vissza a királynő koronájába, akkor egy kislány és a mamája nagy bajba kerül. De ha igen, akkor maga nagy hős lesz. Hogy én nagy hős leszek? Ez nagyon tetszik nekem. Hát akkor mindent bele, nehogy elkéssünk. Gyorsan, patkány úr! A királynő minden percben itt lehet. Hé! Még a magamfajta művésznek is idő kell. Nem a Mona Lisát fested, igyekezz! Molly, Agatha, nem jön még a királynő? Még nem. Jól. Emily, Maggie, találtatok valamit, amivel visszatehetnénk a gyémántot? Találtam itt ragasztót! Remek! A végén majd csak sikerül. Micsoda gyönyörű nap az ünnepléshez. Mi ronthatná ezt el? Ó, semmi, felség. Semmi a világon. A királynő és Molly mamája itt jönnek a halban. Ne aggódj, bízz csak rám. Engedje meg, hogy gratuláljak az aranyjubileumához, felség. Köszönöm, Molly. Milyen jól nevelt gyermek. Azt hiszem, véletlenül bezártam. Ó, Molly, szaladj a szobánkba és hozd a kulcsot. Honnan került ez ide? Csak ugyan, honnan? Sikerült kinyitni. Nagyon ügyes vagy, komám. Maggie, Emily, kellene a ragasztó? Ez beragadt. Milyen mókás. Elfelejtettem, hogy nálam van a kulcs. Egyáltalán nem az. Számunkra nem is olyan mókás. Ajaj, jönnek! Hogy fogom én ezt a gyémántot egyedül a helyére tenni? Ahogy ismerlek, majd csak kitalálsz valamit. Hello! Igen, ez egy nagyon boldog nap. Megoldotta a gyémánt, a helyén van.
szeretném nektek megköszönni a segítséget. Ne haragudj, hogy elloptam a gyémántot. Én nem akartam semmi rosszat, csak nem tudok ellenállni a fényes tárgyaknak. Ez csupán azt jelenti, hogy jó éles szemed van, Maggie. Tudod, nekünk közös vállalkozásba kéne fognunk. El se hinnéd, mi mindent dobálnak ki az emberek. Ó, ez nem is rossz ötlet. Áll az alkú. Bárcsak megköszönhetném Alexandernek. Ó, annak semmi akadálya. Lesz rá alkalmad az ünnepség után. Hello! Hello! Emberek! Nem bennem, ha ő felsége nem forgolódna olyan sokat. Wow! Micsoda nagy tömeg! Hello! Micsoda szép kirándulás volt ez a jó öreg Angliába. Alig várom, hogy visszamehessek. Nem jobban, mint én. Roppant nagy élmény volt olyan sok-sok embernek integetni. Magyar hangok. Kassai Károly, Kis Erika, Orosz Anna, Dögei Éva, Bácskai János, Riha Zsófia, Némedi Mari, Hírling Judit. Rendezte Marcos da Silva. A szinkront a Duna Televízió megbízásából a Hangkép szinkroncsoport készítette. Munkatársak Géci Vera, Kulics Ágnes, Gyapjas Károly, Nagy Zoltán, Kertész Andrea. Lynn Joel.